Üdvözlök mindenkit, ez itt a Tibiék mai adása. A aktuális vendégünk Komolai Szabolcs, önkormányzati képviselő, az Árpád-vezér általános iskola igazgatója, nagy Loki szurkoló és korábbi alpolgármester. Üssük fel a beszélgetést azzal, Szabolcs, légy szíves, hogy telnek a hétköznapjaid, és mit lehet tudni a magánéletedről. Először is nagyon szeretném megköszönni a meghívást. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek közöttetek. Igen, jelen pillanatban én intézményvezetőként tevékenykedem, civil foglalkozásomat tekintve egyébként magyar történelem szakos tanár vagyok, és 2011 óta vagyok önkormányzati képviselő, és mint ahogy említetted, 14 és 19 között töltöttem be a városban, az alpolgármesteri tisztet kultúráért és szociális ügyekért felelős alpolgármester voltam, és utána visszament a Schuster a kaptafához, visszamentem a pedagógus pályára, és 2020 óta vagyok az Árpád vezér általános iskola intézményvezetője, és azt kell mondjam, hogy nagyon élvezem ezt a munkát, nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, szeretek tanítani, és azt a közeget, ami körülveszi az iskolát. Nyilván vannak benne olyan dolgok, feszültségek a rendszerben, amit most azért mindenki érzékel, de alapvetően én azt gondolom, hogy a pedagógus pálya egy rendkívül nagy élményeket nyújtó azok számára, akik ezt komolyan veszik, és tényleg hivatásuknak tekintik. Számomra különösen kedves ez az iskola, mert a lányom is oda járt, úgyhogy ismerik az intézményt. Mennyiben más most egy pedagógus munkája, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, és most nem a politikai vetületére gondolok, hanem mennyiben változott meg a világ, illetve a gyerekek? Én 1995-ben diplomáztam, és azóta vagyok tulajdonképpen pedagógus, megszakítva azt az 5 év alpolgármesterséget, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon nagy átalakuláson ment keresztül a pedagógus pálya. És nem elsősorban azért, mert a pedagógusok változtak, hanem a világ változott meg körülöttünk, és ehhez kell alkalmazkodni. Megváltoztak a gyerekek, megváltoztak az ő igényeik, az ő felkészültségük, egy digitális nemzedék van már tulajdonképpen. Mi még analógként kezdtük a pedagógusi pályánkat, hiszen tényleg azt kell mondani, hogy egy szák réta volt, meg egy írásvetítő esetleg, na még egy videómagnó talán, és utána, ahogyan haladtunk előre a korral, jelentek meg azok a digitális eszközök, amiket a gyerekek már szinte készségszinten használnak, nekünk pedagógusoknak ezeket meg kellett tanulni, és ezeket be kellett építenünk az oktatásban teljes egészében, és megváltoztak nyilván a szülői elvárások is ezzel kapcsolatban. Tehát másképpen kell csinálni a munkánkat, másképpen kell kommunikálni a gyerekekkel, és másképpen a szülőkkel is. Úgyhogy ez egy valóban egy a Jó pap holtig tanul című közmondásnak egy tulajdonképpen megvalósítása most a pedagógus pálya, mert alkalmazkodnunk kell ehhez a megváltozott világhoz. Még mindig nem a sportot érintve, ugye nehéz időszak elé nézünk, ahogy látjuk a világpolitika mozgását, illetve a Covid után vagyunk, ez mennyire nehezíti a dolgot, hogyan lehet tervezni egy ilyen világban, egy intézménynek? A Covid nagyon megnehezítette az életünket, nem akarok ebben most részletesen belemenni, de ez a jelenléti oktatás és az online oktatás váltása különböző periódusokban azt gondolom, hogy nem tett jót a diákoknak. Semmi sem pótolhatja a tanári személyes jelenlétet. Az volt a tapasztalatunk a digitális oktatás alatt, az online rendszerben, hogy kezdetben még örültek neki a diákok, mert egyfajta szabadságot láttak benne, utána viszont alig várták, hogy visszajöjjenek az iskolába. És sokkal intenzívebb az a kapcsolat, ami a diákok között megvan, és ami a pedagógusok között megvan, amikor jelenléti oktatás van. Most természetesen egy eléggé változó korban élünk, de ennek ellenére igyekszünk stabilitást vinni a rendszerbe, és teljes tanévvel, normál tanévvel tervezünk, mind a Covidot tekintve, mind pedig az energiaárakkal kapcsolatos mizériát. Ha esetleg nyilván változás van, annak is ugyanúgy, ahogy korábban az oktatási rendszer és a benne dolgozó pedagógusok igyekeznek rugalmasan megfelelni, és nyilván együttműködünk a fenntartóval, a tankerülettel, az állammal, akik szintén igyekeznek minden olyan segítséget megadni annak érdekében, hogy a körülményekhez képest a munkánkat jól tudjuk végezni. Na és most már térjünk rá a sportra, ami ennek a műsornak mégis a fő profilja. Beszéltünk adáson kívül, hogy a konyhában ugye ott hangzanak el a nagy dolgok. Említetted, hogy futballoztál, tehát gyerekkortól meg volt az a kötődés. Mesélj, hogy milyen szintre jutottál, hogyan kapcsolódott az életedbe a sport, miként és mikor. Hát nyilván talán itt az asztalnál ülők közül én vagyok itt a legidősebb, ahogy elnézem.
És a mi gyerekkorunk tulajdonképpen... Egy picivel, igen. Igen, a mi gyerekkorunk két dologról szólhatott tulajdonképpen, az egyik a mozgás, a másik pedig a, esetleg az olvasás. Ugye tévéműsor még hétfőnként nem volt, ami manapság elképzelhetetlen. És ugye nem volt, és mi tulajdonképpen azzal töltöttük az időnket, hogy a szabadban voltunk. És ezt a, ennek a szabadban lévő időnek tulajdonképpen a 90%-át azt tette ki, hogy kergettük a bőrt. Vagy a betonpályákon, kint a Nagydombon, itt Debrecenben, vagy a füves pályán ott előttünk, és hát utána nyilván, amikor egy kicsi tehetséget érezett az ember magában, akkor elmentünk egy ilyen válogatóra, vagy kinéztek bennünket, és hát én is a, annak és rendje és módja szerint bekerültem olyan 10 éves koromban Szabó Béla bácsihoz, és akkor még DMVSC-ben kezdtem a pályafutásomat, és ott igyekeztem megfelelni azoknak a követelményeknek, amit ott elém támasztottak. Aztán volt egy kis időszak, amikor kihagytam, hogy 7.-8. osztály, amikor kamaszottam, akkor nem éreztem késztetés, hogy én edzésre járjak, hanem sokkal jobb már dolgok. Már a politika is... akkor már. Hát a politikát nem nevezném. Igen, más dolgok foglalkoztattak. De mondjuk úgy, hogy más dolgok foglalkoztattak, aztán középiskolába visszamentem, és akkor még a utolsó két évenben a középiskolában szintén a DMVSC keretei között még játszottam, és akkor 19 évesen volt egy válogató, amiről éppen beszéltünk itt kicsivel ezelőbb, hogy akkor nem, nyilván az én tehetségem, akkor nyilván ezt nem így érzékeltem, de egy utólag belátva nem predesztinált engem arra, hogy labdarúgó legyek, legalábbis olyan szinten, amilyen szinten később azok, akikkel ott egy csapatban voltunk, azok lettek. Másrészt pedig felvételt nyertem főiskolára, és nem Debrecenbe, és nyilván elmentem Nyíregyházára tanulni a főiskolára, és ez onnantól megpecsételte a sorsomat ebben a tekintetben. Viszont a kis pályán egészen 38 éves koromig igazolt játékos voltam, és nyilván ott jött közbe a politika. Onnantól kezdtem el tulajdonképpen a politikával a tanítás mellett intenzívebben foglalkozni, és olyan szinten kötött el az időmet, hogy azt a fajta rendszeres meccsejárást, amikor a kispályás bajnokságban megkívánta az a heti két alkalom, már nem tudtam vállalni, és azt mondtam a srácoknak, hogy az úgy unfair, hogy számítanak rám, én meg nem érek oda. És akkor onnantól maradt a barátokkal való játék. Tehát így maradt meg. Hát a Loki az meg egy debreceninek az a Loki. A szárnyas címer, az a miénk, az a Debrecen. Egyértelmű. És ott a csapatban, amikor kispályáztál, ott voltak edzések is, vagy csak meccsre mentetek? Nem. Ott már edzések nem voltak. Ott tulajdonképpen a meccseket igyekeztünk abszolválni, és ez végig volt, tehát a Nyíregyházán is játszottam az ottani kispályás bajnokságban, amikor ott voltam. Aztán utána, hogy visszakerültem Debrecenbe, mert vége volt a főiskolának, akkor itt a testvéremmel, mikor a testvéremmel, meg a barátaimmal csináltunk ilyen csapatokat, amihez különbözőkhez csatlakoztam, és akkor ilyen ténylegesen teljesen amatőr szinten, tehát csak meccsre járva, egymás szórakozásból végigcsináltuk ezeket a bajnokságokat. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó, minden csapat egy nagyon jó közösség. A foci egy rendkívül jó játék arra, hogy egymást megismerjük. A pályán mindenki önmagát adja, tehát ott nem lehet hazudni. Ott mindenki önmagát adja, és utána a meccsek utáni megbeszélések voltak még azok, amelyek azt gondolom, hogy mindenki helye számára felejthetetlenek. A harmadik fél idő az egy nagyon így fontos van dolog. Az öcséd viszont futballozott Tibivel. Hogy mondjuk egy nagy szenzációt, vagy is volt ez milyen szinten? Hát a ifjében meg a Serdülőben együtt fociztunk Bécivel, és a mai napig tudom azt, akiről pont beszéltünk az előbb, Siró Csaba bácsira, hogy ő volt az első edzőm, Isten nyugasztalja, és ő mindig elmondta a csapatot, és az megmaradt bennem. Tehát a Questár volt a kapuba, Questár, Nyikon, Sós, Komolai, Duli. Ezt így tudom, a középpályát már nem tudom, de ez úgy bennem van, hogy például most, mikor soroltam a csapatot, ezen a pár meccsen, amíg megbízott vezetőedző voltam, akkor így eszembe jutott, hogy úgy kezdeném, hogy nagy gyerekek, Questár, Nyikon, Sós, Komolai, Duli. Néztek volna nagyon, hogy ezt így benyögött. És hát igen, Béci volt a középső védőnk, és jó volt vele játszani, és még szoktam vele találkozni néha. És akkor ő is lemorzsolódott később? Tehát, vagy ő még játszott a juniorba is, a második csapatba, hát az... aztán utána a felnőtt csapathoz már nem került fel onnan a juniorból. Igen, utána neki volt egy sérülése, a bokája szétszakadt, és utána elvitték katonának, és utána már nem
különösebben mondjuk úgy, hogy ambicionálta. Ő még mai napig igazolt játékos egyébként. Na, és hol játszik? A Volánban, Kispályán. Tehát, hogy mai napig nem hagyta abba. Ha. Ő még minden, a heti két meccset azt... És számodra mennyire fér bele a rendszeres mozgás? Sportolsz-e valamit? Jut-e rá időt? Igen, hát heti egy alkalommal jártam aktívan futballozni, csak most nekem egészségügyi problémám van a derekammal kapcsolatban, és most kezdek belőle kijönni, egy csúnya gerincsérvem van, és most, ha ennek, most úgy néz ki, hogy már rendeződik ez a dolog, és szeretnék újra visszaállni a mozgásba, de egyből nem merek, mert azért most már így ebben a korban félek, hogyha most úgy lemegyek, és hogy neki kezdek azzal a svunggal, amivel játszottunk, akkor tudja, hogy megszakadok, tehát az olyan biztos. Tehát hogy fokozatosan kell majd visszaállni. Volt egy kis pauza most, meg hát az alpolgármesterség ideje alatt volt az, amikor olyan mértékű volt a munkaterhelés, amikor igazából nem nagyon értem rá arra, hogy sportoljak. De ennek ez meg is látszik egyébként, kilókon is, meg egyébként másba is. Értelek. Mm-hmm. És a Loki szurkolóság miben áll számodra? Mennyire jutsz a meccsekre? Mennyire tudod követni? Ha az biztos. Akkor... Tehát, hogy mennyire vagy jött a lelátón esetleg idegenben? Dabasra elmész például? tehát úgy azt kell mondjam, hogy 82-83 lehetett, amikor én először meccsen voltam még a régi Nagy-Erdei stadionban a kanyarba. Igen, abban a kanyarban, ahol most a, szerintem a most van a valamelyik fitness, ott volt a régi, mert ugye az északi kaput azt meghagyták, és mert a déli kapunál ültünk mindig. Igen. Ott lehetett belógni. A sörös üveg, összetört sörös üveg. Igen, ott lehetett belógni. És azóta én tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy kisebb-nagyobb megszakításokkal töretlenül ott vagyok a hazai meccseken. Béletem is van, az Olágabin a régi szentélyben, ahol a nagy sikerek szemtanúi voltunk, ugye a B-szektorban kezdtem fenn a lelátó alatt, vagy a eredményjelző alatt, aztán ahogy az ember korosodott egy kicsit onnan kijött, átmentünk az A-ba szembe velük, utána már az ottani fedett lelátó mellé, igen. És most... Polgármesterség alatt akkor... Nem. A céllövölde. Amikor alpolgármester lettem, akkor már Nagy Erdei stadion. Akkor pedig én ugyanazzal a baráti társasággal járok a mai napig meccsre. Nekünk az A4-es szektorban van... Ott találkoztunk. Igen. Az A4-es szektorban... De nem vagy a barátja. Igen. Nem. És ott, csak találkoztatok. Mi ott ülünk, tehát nekem olyan szerencsém van, a Jóisten megadta nekem ezt a lehetőséget, hogy a barátaimat... A legfiatalabb, aki nekem ismeretség, az elmúlt 30 éves. És együtt nőttünk föl, együtt csináltuk végig az elmúlt, azt kell mondjam, hogy 40 évet, és tulajdonképpen ott ülünk egymás mellett, és megyünk. A Bajnokok Ligája és a nemzetközi szereplések hazai meccsein is ott voltam mindegyiken. A külföldi meccseken megmondom őszintén nem, mert nem engedhettem meg magamnak anyagilag, de csak ez volt a probléma ezzel kapcsolatban, hogy utazzak. Mert de felejthetetlen most élmény volt. Most meg kimérik a pénztárcát a fiúk, mert most nincsen. Most meg, igen. Davasra, azért benzin, és a legfelejthetetlenebb élményem, azt kell mondjam, hogy a kettő volt, az egyik a Váci kupa döntő. Jaj. Tehát szerintem az egy debreceni szurkoló életében, amikor először megnyertük a Magyar Kupát, az első kézzel, amikor énekeltük a 80-as években, hogy bajnok lesz a DVSC, és ugye hol kiestünk, hol bennmaradtunk, és énekeltük, nem hitte senki, és amikor 99-ben megnyertük a kupát, akkor éreztük, hogy valami elindult, és itt lehet. Illetve pontosan akkor, mikor ti fölkerültetek, és ugye Garamvölgyi vezetésével megindult a bronzérem, akkor éreztük, hogy ebből valami lesz, és 2005-ben hát a bajnoki cím. Igen, és utána a másik nagy élményem az, amikor a Bordeaux ellen vezettünk 3-0-ra. És a barátom ott állt mellettem, és azt mondta, ezt nem felejtem, amíg élek ezt a mondatot, ha berúgjuk a negyediket, itt bolondulok meg. És nem hitte senki. És akkor, amikor azt láttuk, hogy a világbajnok Christophe Dugarry így nyugtatja a csapattársait, hogy nyugi van, nincs semmi baj, akkor, tehát az a kettő, és nekem minden jegyem megvan eltéve, ott vannak a jegyek, a Wolfsburg meccstől kezdve, mindegyik a pesti jegyek, mindegyik szépen lerakva, úgyhogy ennyi a DVSC. Tehát nekem az a csapatom,
ha NB2-es, akkor az NB2-ből is kijártunk, még a Vágóhíd utcára is kijártunk a meccsekre. Most is kin voltam, szinte minden meccsen, ha tehetem, és a munkám vagy a család engedi, akkor minden meccsen kin vagyok. És ott vagyunk, ha esik, ha fúj, volt olyan, hogy így álltunk a Fradi pályán, és így reszketett a kezünkbe a pohár, olyan hideg volt a Fradi ellenjárt. A sör volt a hideg, nem? Az is, de nem a sör, hanem olyan hideg volt, tehát ez nem okozott gondot. Hát azért, hogy csak attól reszket az ember kezdve. Tehát, igen, de hát mindannyiunknak fontos. Debrecenben egyébként egy rendkívül nagy identitásképző a DVSC, azt gondolom, és kevesen járnak meccsre, relatíve, de nem tudok olyan emberrel beszélgetni a környezetemben, aki nem tudja, hogy mi az eredmény. Igen. Tehát a meccset nézik, követik, igen. Meccsre nem jönnek ki. Ennek több oka van szerintem, de mindenki tudja. Országos viszonylatban talán másodikok vagyunk. Nézőszámban tekintve, igen. 4-5 ezer ember most is kint volt már ebben a szezonban, holott most azért a nagy sikerektől nyilván távolabb vagyunk. Úgyhogy biztos, meg lenne a bizalom egyébként. Igen. Nagyon ki vannak éhezve. Igen, igen. Most újra, mert ugye a Fehérvár meccs megmutatta egyébként, hát az teljesen, hogy tehát amit ott a szurkolótábor letett nektek, igen, az asztalra, az azt gondolom, nem csak a tábor, hogy meg mindenki, aki ott jött kint, igen. Igen. És ne feszélyezzen a jelenlévők itt léte, de kik voltak a kedvenc játékosaid? Világszinten, vagy debreceni szinten? Debrecen. Világszinten nekem az etalon a Diego Maradona. Megérkeztünk. Az Isten. Tehát, nekem a Diego Maradona világszinten. Magyar szinten, akit a legnagyobb labdarúgónak tartottam, akit én láttam játszani, az a Détári Lajos. Igen, és hát Debrecenben egyértelműen, és most nem azért mondom, a ti generációtok. Tehát Debrecenben, is, annál is inkább, mert volt személyes ismeretség irányotokban, valamiféle kapcsolódás volt hozzátok. Meg egyébként is, hát figyelj, az a csapat, az csak örömet szerzett nekünk. Az érdemes ott meccsre járni, minden meccsért érdemes ott kimenni. És pontosan azért, nem csak azért, mert nyertünk, hanem azért, mert úgy játszottunk, ahogy egy pillanatra játszottunk a Fehérvár ellen. És ott minden meccsen úgy játszottunk. És nem haragszik a szurkolóm, én is magam, mint szurkoló mondom, hogyha kikap a csapat, csak azt lássuk, hogy ami ott a pályán történt, annyi volt ma bennük. De annyi bennük volt. És ezt Szolá Gábor utcán azért minden meccsen láttuk. Tehát, hogyha nagy ritkán becsúszott egy hazai vereség, akkor is olyan elánnal nekiugrottunk az ellenfélnek. Nyilván ahhoz kellett egy olyan csapat, egy olyan generáció, de ugye azon szocializálódott a debreceni közönség is, és ezt meghálálja, hogyha ilyet lát. Tehát ez az óvatoskodás, meg a nem igazán teszem oda magam, nem teszem magam annyira oda, az arra nem vevő a közönség. És ugye nagyon sok jó játékos volt ebben a korosztályban, a Tibiékében, de egy olyan, mint Sándor Tamás, az kevesen tudták Magyarországon, sőt, talán szerintem Európában is. Tehát ő egy olyan meghatározó klasszis volt, hogy... Szerintem benne több volt, mint amennyi kijött belőle, sokkal több. Sokkal több lehetett volna belőle a tehetségéből. Nagyon, és még így is nagyon sok kijött belőle. Igen. Ha már így az emlékekről beszélünk, 12 évesek voltunk, vagy mi voltunk 13, és ugye egy korosztály lentebb, és fociztunk egyszer, Bécinek, a testvérenek mondtam, hogy, és akkor még az Alá Gáboron a betonpályákon, a három betonpályán emlékeztek, igen, ott persze. Volt egymás mellett, és ott fociztunk, és én akkor fociztam először Tamás ellen, és hát én idősebb vagyok, ugye Tamástól 2 évvel, azért az akkoriban még sokat számít. Ott látszott, hogy hát döbbened, mondtam az öcsémnek, hogy én mondtad, hogy ügyes, de tehát ott láttam először, hogy igen. Tehát itt ez, tehát dűltünk, mint a babák jobbra-balra magyarulna. Nekem is az volt az első élmény, és nem az első egyik élmény, hogy jöttem, mikor jöttem be edzésre Debrecenbe, Sájtudvaliból, és akkor Tamás pont Serdülváltottban volt, és akkor játszottunk, és akkor láttam, hogy mennyi Szabó Zsolt, meg egy csomó jó játékos van a csapatban, mennyi jó játékos, és akkor mondták, hogy hát a legjobbat meg nem is láttam, mert hogy nem is tudtam, hogy van olyan egyébként, hogy korosztályos váltott. Azt nem is tudtam. Én azt hittem, hogy csak megye váltott van, nem is meg nagy váltott, vagy országos válogatott, azt hittem, hogy csak felnőttben van. Nem tudtam, hogy korosztályos van. És akkor, igen. És akkor mondták, hogy hát még ott van a legjobb, és utána megláttam, hogy mondom, nagyon kemény tényleg, amit tudott. Hát igen, olyan megoldást választott, amit nem is láttunk mi. Hát ami nem tanulható. Igen, hát amit mindig alandók. Mondunk, hogy bent a pályán egyet látsz, igen. A lelátón látsz még egyet, és akkor meg csinálta a harmadikat. És az a lelátón is. Igen, úgyhogy
Tóbét innen is üdvözöljük, és kellően megdicsértik. Igen. Reméljük, hogy bejön egyszer a műsorban. Biztosabb. Ja, és összecsapjuk. Igen, majd a Deasz meg igen, a most néztem a sorsolást, úgyhogy az... Pont együtt voltunk vasárnap, néztük az NFL meccset, akkor jöttünk haza Dabasról, és akkor beszéltük, hogy fú, holnap sorsolás, de jó lenne megint összetalálkozni, mert múltkor is velük játszottunk. Aztán másnap össze is sorsoltak bennünket. Úgyhogy igen, most nagy sansza van. Nagy taktikai harc lesz. Dabason nekem a szurkolók, hát én úgy nevettem, bekiabálták, 1-0-ra vezettünk, hát nem volt valami jó meccs, bekiabálták, kicsi, keverd össze a lapokat. A mágus. Hát volt benne szarkazmus. Egy kicsi, igen. Nyilván. De imádom. És hogyan látod a mostani Lokit? És mit szeretnél mondjuk ebben az idényben? A jelenállás szerint mondjuk el, mire az adásba kerül, akkor valószínűleg meg lesz az edző állítólag. Amit Szabi tud, csak nem mond meg. Nem tudjuk kifaggatni, de neki sem mondták azt. Ez így jó, de fogalmam sincs róla. De jelenleg ugye kedden beszélünk, és péntek van. Igen. Nem tudjuk még ki az új edző. Ennek ellenére mit szeretnél látni a csapattól, és mi az, amit elvárhatunk vajon? Mint mondtam, én mondjuk 80-valahány év óta, 83-80-as évek eleje óta követem a Lokit, és éppen mondtam is, Bandibával találkoztam, Herceg Andrással, és mondtam neki, hogy az engem a Mezőkövesd és a Zalaegerszeg elleni meccs rettenetesen elkeserített, mert azt láttam, hogy tehát én nem vagyok szakértő. Én azt láttam, hogy nem igazán láttam, hogy mit akarunk csinálni, és nem is láttam a küzdést. És én akkor azt mondtam, hogy ettől már nincs lejjebb. És akkor, amikor jött a Fehérvár elleni meccs, akkor megvillantotta a csapat azt, hogy ettől azért jóval több van benne. Csak kell valami, ami felrázza ebből a helyzetből. Nem tudom, hogy mi van az öltözőben, vagy mi van a csapat körül. Én azt várom a csapattól, az én személyes elvárásom az, hogy szeretném, hogyha mikor elérjük a célegyenest májusban, vagy április végén, akkor nyugodtan járhassak meccsre. Én azt, ez az egyik, a másik pedig azt, hogy lássam, hogy az a 11 játékos, aki a pályán van, mindig az a legjobb, ezt tudjuk, mert hogy mondhatjuk, hogy én igen, de én szeretném, hogy Lionel Messi játszon, de nem játszik. Tehát azzal kell főzni, ami van. De az a 11 játékos, aki a pályán van, az tegye oda magát. És a szurkolók hálásak akkor, hogyha látják, hogy aki ott van fenn a pályán, és nem baj, hogyha kikap, mert a vereség benne van, tehát nem lehet nyerni. Biztos Tibi tudna egy csomó ilyen meccset elmondani, hogy sokkal jobbak voltunk, mint az ellenfél, és mégis kikaptunk. Igen. Van, amikor meg olyan kutyaütő idézőjelben, kutyaütő játékkal sikerült nyerni. Ülünk bent az öltözőbe, hogy ezt hogy tudtuk meg. Igen, igen, vannak ilyen meccsek, aki futballozott, azt tudja, de az átlagban azt, hogy azt lássa az ember, hogy amikor kifut az a 11 fiatal ember a pályára, akkor azt a 90 percet, vagy ameddig tart a mérkőzés, az komolyan veszi, és az meg én csak ennyit. Tehát egy stabil bennmaradást szeretnék, és ebből ehhez egy megbízható, jó, stabil játékot, és azt, hogy lássam, hogy küzdenek. Azért a szárnyas címerén, ami itt van a célük fölött. Én is sokszor azt mondom, hogy tényleg az eredmény nagyon fontos, de hogy ne az legyen a legfontosabb, hanem tényleg az, hogy eljönnek a szurkolók, egy szombat délután, és akkor úgy menjenek haza, hogy az eredménytől függetlenül jól érezzék magukat, mert amúgy ez lenne a lényeg, ez lenne a futballnak a lényege, hogy a játékos oda megy a pályára, kiad magából mindent, a szurkuló meg ezt látja, és örül. De örül ugye ez nem mindennek. Sem bonyolult dolog. Igen, amúgy nem így lenne. Csak amúgy... olyan szomorú az, hogy itt van egy kívülálló, úgy mond, aki 40 éve jár a Loki meccsre, és benne ez megfogalmazódik, hogy igen. Nem adsz ki. Tehát, hogy ő benne megfogalmazódik ez a látják, gondolat, persze, hogy, látják, nem, látják, hogy persze, neki már elég nem az, hogyha te kiadsz magadból mindent, és nem tudom, tehát nagyon, nagyon érdekes dolog, és
Egyébként ez, látják ők is ugyanúgy. Ezt nem értem. Nem olyan bonyolult annyira, ez. Hogy nem tudom, mindig mondjuk ezt, hogy külföldön máshogy van biztos, vagy valami, de nem tudom elképzelni azt, vagy nem tudom tehát elképzelni most jelen pillanatban, hogy itt ülök, hogy egy Bundesliga csapat szurkolója azt mondja, hogy hát, hogy nem adták ki magadból mindent. Tehát, hogy ott biztos, hogy azért vannak 40 ezeren, ha 15. a igen, csapat is, mert... Meg a másodosztályban is. Tehát, és ez nagyon rossz, hogy az a kérdés megvan bennük, hogy a szurkolókban, hogy hát ő most lehet, hogy nem tette oda magát, mert nincs kedve, hát, vagy mi? Látszik, mert csak azt mondják, amit csak látnak. Hát, és akkor mondják ezt, igen, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, el kell adni magad. Tehát a pályán is. Hát le, nem lehet hazudni, tehát nem tudod eladni magad, ha futsz hát meg. Igen, de ha már focizol, nem is megy a játék, vagy nincs kedved, akkor is menni kell. Tehát hogy nagyon érdekes ez, hogy... Hát, csak itt úgy igen, tudod magad eladni, ha lejössz a pályára, utána el tudod magad adni máshogyan is. De a pályán csak úgy igen, tudod adni, hogyha mész, mint az igen, állat, és annyi kell, több nem kell. Úgy ad, akkor adja elő magát mindenki úgy. Tehát amikor megnézünk egy mondjuk egy angol Premier Ligás, de mondjuk a második, vagy a mezőny második harmadában lévő csapatot, vagy kieső csapatot, vagy akár egy második ligás, mondjuk egy fakupa meccset, és akkor azt látjuk, hogy azok a csapatok egy otthoni meccsen van 30 ezer ember. Úgyhogy második ligás a csapat. Miért? Azért, mert ha végignézzük ezeket a meccseket, akkor azt látjuk, hogy 90 percen keresztül ott nincs megállás. Igen. Ott küzdés van a pályán, és akkor aki ott ül kin, ahogy mondtad, Tibi, szóval akkor az ember azért megy ki, mert szurkol a csapatának. A barátaival van, jól akarja magát érezni. És ennek a legfontosabb része az, hogy amit a pályán lát, az olyan legyen, amit el tud fogadni, aminek örülni tud. És hogyha azt el tudja fogadni, onnantól fogva azt gondolom, hogy a többi már csak körítés, hogy a stadionban most mit lehet kapni, meg mit nem lehet kapni, meg kiülött, meg nem. Igen, mert az Alá Gáboron mondjuk úgy, hogy elég mostoha körülmények között halálosan jól érezte magát mindenki. Nem érdekelte, bocsánat, hogy a fenekünk alatt fütyült a szél, amikor, mert ugye ácsolt ilyen kipótlelátó volt, és senkit nem érdekelt, mert amit a pályán láttunk, az azért oda érdemes volt oda menni, és utána azok még napokig beszéltünk róla, hogy emlékszel, az így, meg úgy, meg így történt, meg úgy történt, meg így rúgta, meg ennyi kell, nem kell több. Nem kell több. Nem kell a világot megváltani. Belülről látjátok, engem érdekel, hogy amikor azt látja, nem is az, hogy nem teszik oda magukat, hanem olyan tempótlan, meg olyan nyögvenyelős az egész, az minden köszönhető esetleg egy taktikának, vagy, és most nem arról beszéltek, amikor te megbízott edző vagy válkire és kiegyezve, csak van olyan meccs, amire azt mondják, hogy mondjuk az első fél, ez borzalmas volt. Pedig akkor is akarnak, gondolom, az mitől van? Hogy ja, hát miért változik meg egy meccsen belül is, akár úgy egy fél idő, vagy egy fél idő belül is az első fele, ilyen a második fele, hát lélektől mint az egész, azért is fontos, szerintem nagyon, hogy az edző, meg úgy általában mindenki beszélgetés, az, hogy kire hogy lehet hatni, mert az szerintem a lélektől nagyon fontos egy meccsnek is, amiben még az edző sem tud beleszólni, mert annyi minden alakulhat, pattanhat szerencsésen, és megváltozik az egész. Meg hát ugye 11 de az, hogy ember 11 járán játszik. Az, hogy ötöd osztályban is ugyanez van, hogy angol ötöd osztályban, hogyha kiesik egy csapat, megtapsolják, következő hatod osztályban ugyanúgy kint vannak 10 000-en, mert ezt látják, mert mennek küzdek. Mert valahol egy ilyen, a focisták a modellkori gladiátorok, azt szeretnék az emberek, kijönnek a mesé is, mint az állat, mennek jobbra, balra, igen, csúsznak, másznak, csinálnak a labdával is jó dolgot, nyilván az a kevesebb, mert abból kevesebb van a igazán zseniből, de az is legyen, de azt szeretik, a fizikálisan mennek, mint a és a válogatott példája mutatja, igen, hogyha van, becsúszik gyenge játék, becsúszik rossz eredmény, igen, de emögött, igen, van. És akkor abban a pillanatban az a... egy ország szereti őket. Most gondoljunk bele, ezelőtt 5 évvel mondtuk volna, hogy egy válogatott meccsre olyan jegyigénylés lesz, hogy a 80 ezres Puskás stadionban nem lesz hely. Igen. Hát ezt azért úgy, elősen kétkedve fogadtuk, igen, volna, hogy vagy az, hogy a Nemzetek Ligájában most ilyen helyen állunk, vagy a Fradi most kétszer nyert egymás után, azt se gondolta volna senki, hogy a Monakót megverjük. Hát tehát nem. A Trabzonsportot se, főleg úgy, hogy kiállították az elején a kollégát, de igen, így aztán meg főleg. Tehát most azt gondolom, hogy van valami, ami van a levegőben, és én nekem az lenne a vágyam, hogy
ezen a vonaton, ami most ugye elindult, ennek valamelyik kocsijába a DVSC üljön már ott. Ha már lokomotív. Igen, hát a lokomotív robogjon már, igen. Igen. Megyünk ilyen. Hajtlánnyal, de... Igen. Hát mindenféleképpen, tehát ez nagyon jó lenne, mert itt Debrecenben azt gondolom, hogy pillanatok alatt visszajönne a közönség. És az a hangulat, ami az Alá Gabin volt minden meccsen, az a ti számotokra főleg felejthetetlen. Tehát azt nem éltem át soha, amit nektek megadatott, hogy a pályán annyi ember értetek, de kívülről ugyanolyan nagy élmény volt nekünk is. Tehát ugyanúgy öleltük egymást, amikor az első bajnoki cím volt, vagy a más, amikor emlékszel arra, amikor ömlött az eső. Igen, nem a második. Tibikék akkor vesztették el. De jó, de megnyerték már. Pacalláztunk, emlékszem. Az a második, amikor a pápát megvettük, azt mondta a második. Pacalláztunk, emlékszem, senkit nem érdekel, de annyira esett az eső, hogy a cipőm szuttyogott. A szószoros értelmében az okni mindent. Tehát senkit nem érdekel. Igen, kit érdekel. Hát elnézést kérek, hogy beleszólok, vagy közbeszólok, de sajnos elfogyott a műsoridőnk. Meglepő módon ez is gyorsan elszaladt. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, Szabolcs Tibi, köszönöm a közreműködést, jót beszélgettünk, és hát akkor lássunk egy ilyen hajtós lokit, és minél előbb legyen ismét teltház a Nagy Erdei Stadionban. Ezt kívánjuk, köszönjük a figyelmet, ez volt a Tibi heti adása. Én is köszönöm a lehetőséget. Rock and roll.